Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoár. Ebben a mostani videóban a zöld teáról lesz szó, arról, hogy mikor érdemes zöld teát inni. Én is rendszeresen iszok délelőttönként, délutánonként zöld teát, kávé helyett. Mindenkinek szoktam ajánlani, hogy a kávét cserélje le zöld teára. Fontos, hogy minél tisztább legyen a teafű, amit használunk. Célszerű nem az nagyon ízesített készítményeket választani, inkább azokat keresd, amelyek tiszta zöld teát tartalmaznak, mondjuk olyat, amihez egy vagy kettő másik gyógynövény vagy hatóanyag van hozzáadva. Kínában a zöld teát már 4000 éve iszák, és jelenleg a Földön több mint 1000 fajta zöld tea kapható, melyek elsősorban az előállítás módjában térnek el egymástól. Például van olyan zöld tea, amit napon, és van olyan, amit árnyékban termesztenek. Ettől függetlenül minden zöld tea ugyanabból a növényből, a Camellia sinensisből készül. A zöld teát étkezések között érdemes enni, tehát nem az étkezések mellé vagy után, mivel a benne lévő tanninok csökkentik egyes mikrotápanyagoknak a felszívódását. A zöld teát többek között azt teszi különlegessé, hogy van benne egy L-teanin nevű aminosav, aminek egyrészt van egy fiatalító hatása, másrészt képes arra, hogy egyenletesen adagolja a testünknek a teában lévő koffeint. Ezért van az, hogy a zöld teának nincsenek olyan mellékhatásai, amelyek például ugye a kávénak megvannak, azaz a zöld tea nem sokkolja a testünket, nem terheli meg hirtelen például a mellékveséket. A zöld teát fogyaszthatjuk kivonat kapszula formában is, a kivonatot tartalmazó készítményekben általában EGCG, polifenolok és koffein található. Az EGCG, az epigallokatekin gallát, a zöld tea a legfontosabb hatóanyaga, mely egy nagyon jó szabadgyőrcsökkentő vegyület, jó tesz a szív- és érrendszernek, lassítja az öregedési folyamatokat, és például számos daganat típusnál állapították már meg, hogy vissza tudja fogni a rákos sejtek fejlődését egy bizonyos mértékig. A zöld teában olyan sok antioxidáns vegyület van jelen, hogyha a fénytől és nedvességtől távol tartjuk a leszedett leveleket, 2 évig is megtartja értékes tulajdonságait minőségi vesztesség nélkül. Ha a zöld teát kezdesz el fogyasztani, akkor célszerű a napi rutinod részévé tenni, mert hatásai hosszú távon érvényesülnek igazán. Én például változatosan többfajta zöld teát iszom, 4-5 félét is tartok otthon egyszerre, és stéviával édesítem. Fontos az is, hogy tiszta vízből készítsd a teát. Én csak desztillált vizet iszom, otthoni desztilláló készülékkel állítom elő a vízünket, és ebből készítem a teát is. Azért fontos a tiszta víz, mert ha magas ásványanyag tartalmú a víz, amiből készíted a teát, vagy például ha csapvízből, amiben ugye sok egyéb más szennyeződés is van, azok megváltoztatják a tea ízét, és csökkentik a benne lévő hatóanyagoknak a hatásfokát. Meg persze minél tisztább a víz, annál jobban kijön a tea íze is. Nézzük most meg 6 olyan területet, amikor célszerű a zöld teát inni, vagy a belőle készült kivonatot szedni. Az első a szív és erek egészsége. A zöld teában lévő flavonoidok és antocian vegyületek jót tesznek a szívnek, és javítják az anyagcserét is. Hatékonyak lehetnek magas vérnyomás esetén, és csökkenteni tudják a magas koleszterin szintet is, illetve lazítólag hatnak az érfalakra, ami előnyös például a stresszel összefüggő szív- és érrendszeri problémák esetén. A zöld teában lévő vegyületek erős acélgátló tulajdonsággal is rendelkeznek, így általuk a szívünk több vért tud pumpálni, azaz jobban tudja keringetni a vért az erekben. A második érve a zöld tea mellett az agyra kifejtett védő hatása a szabadgyökökkel szemben. A zöld tea pozitívan hat a memóriánkra, főként arra a részére az agyunknak, amely ugye éppen aktív, ezért például demencia és Alzheimer esetén is ajánlott a rendszeres fogyasztása. A zöld teában lévő teanin aminosavnak depresszió ellenes hatása is van, ezért van az, hogy sokan tapasztalnak a zöld tea fogyasztás hatására jobb kedvet és pozitív hozzáállást a napi teendőkhöz. A harmadik előnyét a zöld teának a magas vércukorszint és cukorbetegség esetén élvezhetjük. A zöld teában lévő vegyületek javíthatják az inzulin érzékenységet, tehát segítenek abban, hogy a cukor hatékonyabban hasznosuljon a szervezetünkben. Emiatt ugye sokan fogyasztják a zöld teát a fogyókúra és a zsírégető diéta alatt is, illetve a zöld teának étvágycsökkentő hatása is van.
A negyedik ok arra, hogy a zöld teát fogyassz rendszeresen, akár tea, akár kivonat kapszula formájában, az a szabad gyökökkel és a sugárzásokkal szembeni erősítő hatása. Napjainkban egyre több sugárzás éri testünket, erről készítettem korábban egy videót, keres rá a keresőben. A legtöbb betegség a környezetünkben a környezetünkből érkező sugárzások, vegyi anyagok, illetve a káros élelmiszerek hatására termelődő szabad gyökök miatt alakul ki. A daganatok és a túl sok szabad gyök miatt fejlődnek ki a testünkben. Tehát általánosságban megelőzési célból rendszeresen ihatod a zöld teát, vagy szedhetsz belőle készült ételkiegészítőket, mert így csökkentheted a kockázatokat. Az ötödik problémakör a megfázásos tünetekkel járó betegségek, mint ugye az influenza, a torokgyulladás vagy az ordugolás. A megfázásos időszakban sokat segítenek a teák, és ha már teát iszol, akkor mesterséges anyagokkal ízesített teák helyett inkább vigyél tiszta zöld teát, mert a zöld teában lévő hatóanyagoknak vírus és baktérium ellenes hatása is van. Ízesíthető ilyenkor ugye citrommal és mézzel is. A hatodik és egyben utolsó érv a zöld tea mellett az a szemekre kifejtett hatása. A zöld teában lévő katekin vegyületek csökkentik a szemekben is ugye az oxidatív sérüléseket, de tartalmaz luteint és zeaxantint is, amely anyagok ugyancsak fontos vegyületek a szemeink számára. A szemünk fel tudja venni a zöld teában lévő polifenol vegyületeket, melyek akár 10-15 órán keresztül is jelen tudnak lenni a szemeknél lévő sejtekben, és biztosítani tudják az erősebb védelmet. Tehát fokozott számítógép használat esetén mindenképpen jobb választása a zöld tea a kávé helyett. És egy érdekesség a végére, a legdrágább zöld tea a King of Green Massa Superstar Premium. Japánban van ez a tea, és akár egy literje 1 millió forintba is kerülhet. Összefoglalva még egyszer a 6 érvet a zöld tea mellett, jó hatása van a szívre és az erekre, pozitívan hat az agyra, előnyös cukorbetegség esetén, növelheted vele az antioxidáns védelmet, a téli betegségek esetén is támogatja a szervezetet, illetve szemerősítő hatása is van. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!